Új erdészeti törvény van hatályban. A módosítás fő célja az volt, hogy a gazdálkodás és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban legyenek a törvényben és a gyakorlatban is. Népszerű a Széchenyi kártya. 460 hiteligénést nyújtottak be a különböző vállalkozási szférák 2017-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarához. Tűzijáték szabályok. Évente országosan 40-50 olyan tűzesethez riasztják a szakembereket, amelyeket a pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata okozott. Új erdő- és vadgazdálkodási törvény lépett hatályba idén ősszel. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az erdő- és vadgazdálkodási törvény módosításának fő célja az volt, hogy a gazdálkodási és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban legyenek a törvényben és a gyakorlatban is. A korábbi erdőtörvényben számos olyan kötöttség van, amely hátráltatja az erdőgazdaságok hatékony működését. Csökkent a hatósági ügyintézés határideje. Az erdőtervezéssel kapcsolatban pedig olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek gyorsítják a folyamatokat. Hosszas előkészítés előzte meg az idei erdőtörvényt. A módosító javaslatok fő célja volt, hogy a gazdálkodási és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban maradjanak a törvényben. Úgy lehetne összegezni, hogy az erdőnek a hármas funkciója még gazdasági, egy védelmi és egy közjóléti funkció. Ebben próbáljuk tovább keresni az összhangot, hogy minél erősebbek legyenek ezek a funkciók, ezáltal minél fenntarthatóbb és jobb legyen Magyarországon az erdőgazdálkodás, ami egyébként nem nehéz, hiszen a közvélekedése ellentétben Magyarországon drasztikusan nő az erdőállomány, évek, évtizedek óta nő a magyarországi erdőállomány, úgyhogy ez mégiscsak egy felelős gazdálkodást jelent. A módosítások jelentős hányada elsősorban arra irányult, hogy az erdők gazdasági célú hasznosítása kevésbé szigorú körülmények között történhessen. A korábbi erdőtörvényben ugyanis számos olyan kötöttség volt, amely hátráltatta az erdőgazdaságok hatékony működését. Ezek zöme természetvédelmi és hatósági megkötést takart, amelyek sok esetben teljesen ellehetetlenítették a magánerdők hatékony működését. Az új törvény szabadabb erdőgazdálkodást enged meg a gazdáknak, az erdőfelújítások ellenőrzése nagyon kötött volt a módosítás előtt, az első kivitelt is ellenőrizték, illetve szúrópróbaszerűen is folyamatosan ellenőrizte a gazdálkodást a hatóság. A módosítás után azonban az első kivitel és a folyamatos erdőfelújítás is szúrópróbaszerű ellenőrzésé redukálódik, viszont a befejezési határidőt kőkeményen ellenőrizni fogják, és hogyha a befejezési határidőt elmulasztja az erdőgazdálkodó, tehát nem éri el az adott erdőterületen a csemete azokat a paramétereket, akkor bírságolni fogják mindaddig, ameddig a befejezési határidőt el nem éri ez az erdősítés. Ez egy kocsányos tölgyes esetében akár 8 év is lehet. Az erdőállomány kétharmada magángazdálkodók tulajdonában van. Magyarország területének jelenleg több mint egyötödét borítja erdő, ami 2 millió hektárnyi területet jelent. Kormányzati törekvés, hogy 2024-ig 2,6-2,8 millió hektár legyen az erdővel borított területek nagysága. 100 millió forintra emelkedett a felvehető hitelkeret a Széchenyi kártya programban. 2017-ben ennek köszönhetően 460 hiteligénést nyújtottak be a különböző vállalkozási szférák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarához. Az eddig kihelyezett hitelek összege több mint 3 milliárd forint, melyből 350 millió forintot az újonnan bevezetett agrár szférába helyeztek ki. Napjainkban a Széchenyi kártya birtoklása egyfajta szimbólummá vált, amely jelképezi a kártya birtokos vállalkozásának megbízhatóságát. A program nem más, mint egy mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Segítségével a pályájuk kezdetén lévő kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelekhez juthatnak. A Széchenyi kártya program 15 éves múltra tekint vissza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi iparkamarában 2017-ben 6 hitelterméket tudtunk ajánlani a vállalkozóknak, a Széchenyi kártya folyószámla hitelünket, a készlet anyagvásárlásra felhasználható Széchenyi forgóeszköz hitelünket, beruházási hitelünket, amelyeken tárgyi eszközt vásárolhatnak a vállalkozások,
két hitelünket kapcsolhattuk az elnyert uniós pályázatokhoz, ez a Széchenyi önerőkiegészítő, illetve a Széchenyi támogatás megelőlegező hitel. Egy külön szférát céloztunk meg az Agrár Széchenyi kártyával, hiszen az agráriumnak is szabad felhasználású hitelt tudtunk nyújtani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara 2017-ben 460 Széchenyi kártya hiteligénylést fogadott be. Ebből 336 hitelügylet valósult meg, amelynek a kihelyezett összköltsége több mint 3 milliárd forint, mondta el Tóth Négecsei Zsuzsa. Hozzátette, a 336 megvalósult hitelügyletből 138 az agrárszférát érinti. A kamaránkban mindig az volt a feltétel, hogy a vállalkozók igényeit figyelembe véve, kisebb-nagyobb változásokat figyelme a konstrukciókban minél jobb konstrukciót tudjunk nyújtani a vállalkozásoknak. Ez volt 2017-ben is, hiszen egy nagy változás történt, méghozzá az, hogy minden hiteltermékünknek a felvehető hitelösszege 100 millióra emelkedett. Szintén egy nagyobb változás, hogy megnőtt a hitel felvevő igénylőknek a köre. A termékeinket igényelhetik most már egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, akár BT, KFT, KKT-k, szövetkezetek vagy RT-k, illetve emellett az úgynevezett egyéb vállalkozások is, illetve a szolgáltató magánorvosok, állatorvosok abban az esetben, hogyha megfelelnek a KKV-k alapfeltételeinek, illetve a Széchenyi Kártya program üzletszabályzatának. A Széchenyi Kártya hitelt azok a vállalkozások igényelhetik, amelyek legalább egy éve működnek, és nincs lejárt köztartozásuk, illetve hitelkölcsön vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozásuk. A vállalkozók hiteligénylésüket a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél és a KAVOS ZRT-nél tehetik meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére 2018-tól az őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek helyett is a Nemzeti Adó és Vámhivatal készíti el a személyjövedelemadó bevallást. A változás nagy könnyedséget jelent, csaknem 350 ezer adózót mentesít a bevallás készítési kötelezettség alól. Tavaly nagy változást is ezzel könnyebbséget hozott az adófizetők életébe, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítette el a személyi jövedelemadó bevallásokat a rendelkezésre álló információk alapján. Az elkészült dokumentumokat pedig az adófizetők elektronikus úton, az ügyfélkapunk keresztül néhány kattintással megnézhették és akár módosíthatták is, vagy egyszerűen jóvá hagyhatták azt. Az Európai Unióban is egyedülálló rendszert azonban folyamatosan fejleszteni kívánja a NAV, és minden olyan bevallás kitöltését átveszi majd a hivatal, amelyet csak lehet. Így 2018-tól már az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági őstermelők helyett is az adóhivatal készíti el a dokumentumokat. Utóbbiak számára ez kifejezetten nagy könnyítést jelent. Akik elfogadják a NAV által elkészített ügyfélkapura kiküldött bevallásokat, és nem kívánnak azon módosítani, nagyon sokat jelent, mert neki semmi tennivalója nincs, akinek van ügyfélkapuja, az adatforgalmat látva a NAV összeállít egy elkészített adóbevallást, és ha azzal a tulajdonos, a gazda egyetért, akkor semmi tennivalója nincs. Ha lát olyanokat, amit költségként el tudna számolni, és az az ő javát szolgálja, nyilván akkor ezt jelzi, és akkor kell készíteni egy adóbevallást. De ez azoknak, aki kisforgalmat rendez, de az 100 ezer forintot meghaladja, egy nagy könnyebbséget jelent, hogy neki semmi tennivalója. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a változás csaknem 350 ezer adózót mentesít a bevallás készítési kötelezettség alól. Már megvásárolhatók a hármas kategóriába tartozó szilveszteri tűzijátékok. Évente országosan 40-50 olyan tűzesethez riasztják a szakembereket, amelyeket a pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata okozott. Ezért a tűzoltóság arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a szilveszteri tűzijátékot mindenki körültekintően használja a megengedett időpontban, vagyis december 31-én 18 órától január 1-én reggel 6 óráig. Országosan közel 700, a megyében pedig 34 helyen lehet szilveszteri tűzijátékot vásárolni csütörtöktől vasárnapig. Ezeket 2003 óta lehet legálisan beszerezni Magyarországon, azonban a petárda használata és forgalmazása tilos. A kisebb tűzijátékok már pár száz forinttól is beszerezhetőek, de vannak, akik akár 30 ezer forintot is kifizetnek egy-egy pirotechnikai eszközért. Vannak, akik már fanatikusan szeretik ezt a tűzijáték korszakot. Évvégén tudni kell, hogy a hármas kategóriát lehet használni.
ami azt jelenti, hogy este 6-tól 31-én reggel 6 óráig működtethetjük ezeket a hatalmas robbanással bíró tűzijátékokat. Az egyes és kettes kategóriával jelölt termékeket egész évben szabadon felhasználhatjuk, ezek is közkedveltek szintén. A kategóriák a pirotechnikai eszközök hatóanyagát jelölik. A legnagyobb hatóanyag mennyiségű eszközök tartoznak a hármas kategóriába, míg a leggyengébbek az egyesbe. A dobozon található magyar nyelvű leírás is fontos, ez jelenti azt, hogy a termék biztonságos. A tűzijátékok széles választékában szakemberek segítenek eligazodni. Mindenkit pirotechnikusok várják a konténerekbe, és óva intünk mindenkit arra, hogy ne hajoljon a termékek felé, nagyon csúnya sérüléseket okozhat, tehát a megfelelő használatra figyeljünk, gyerekek kezében ne adjunk, tehát felnőtt felügyeletével használjuk mindezeket. Alaposan válasszuk meg a területet, hogy honnan lőjük, sima, kemény felületre kell helyezni ezeket a bombetta telepeket. Felettük sem póz, villanypózna ne legyen, mert sérülés visszapattanhat egy lövedék, és sérülést okozhat. De egyébként a kézi pörkölések is elég gyakoriak, tehát óvatosan. A felelőtlen, nem megfelelő tűzijáték használat miatt tavaly országosan 52 tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Összességében 40-50 olyan eset történik az országban, amikor valamiféle pirotechnikai termék tüzet okoz. A balesetek számával kapcsolatban pontos adatot nem tudok mondani, nyilván a mentőszolgálat tudna ezzel kapcsolatban pontos adatot közölni. Ez a 40-50 tűzeset rendszerint a pirotechnikai termék felhasználása környezetében valamilyen éghető anyag van, és azt gyújtja meg, de előfordult már az is, hogy betévett, behatolt valamely épületbe, lakásba, és ott okozott kisebb-nagyobb tüzet. Ezért a katasztrófavédelem szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy ezeket a pirotechnikai eszközöket a dobozon található használati utasításban leírtak szerint alkalmazzák. A szilveszteri tűzijátékok december 31-én 18 órától január 1-én reggel 6 óráig használhatóak fel. A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok következtében minden évben több mint 20 otthonról elkóborolt kutya kerül az Állatbarát Alapítvány telephelyére. Arról, hogy mit tehetünk állataink védelme érdekében hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Idén hárommal több csapat vesz részt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda bajnokságban. Ez többek között annak is köszönhető, hogy egyre nagyobb lehetőségek nyílnak az infrastruktúrális háttér megteremtéséhez. A világbajnoki szünetet követően ismét bajnoki mérkőzés játszik a Kisvárda női kézilabda csapata az NB1-ben. Mátéfi Eszter lányai a második helyen álló Érdet fogadják szombaton. A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok következtében minden évben több mint 20 otthonról elkóborolt kutya kerül az Állatbarát Alapítvány telephelyére. Az alapítvány munkatársai 24 órás ügyeletet tartanak és segítenek a bajba jutott állatokon. Azonban ha tudjuk, hogy kedvencünk fél a különböző hanghatásoktól, jobb, ha még az új év előtti nap biztonságos helyre zárjuk. Minden évben már általánosan elmondható, hogy a felhívások ellenére sem elég körültekintőek az állattartók szilveszteri éjszaka. Így a petárdázásokat és tűzjátékokat követően nagyon sok állat kiszökik otthonról, és nem talál haza. Az Állatbarát Alapítvány menhelyére az évnek ebben az időszakában több mint 20 kutya kerül be, azonban kétszer ennyi gazdi keresi telefonon elcsatangolt kedvencét. A gazdiknak érdemes odafigyelni arra, hogy azonosító legyen a kutyusban, tehát aki még nem gondoskodott arról, hogy csip legyen a kutyájában, ami egyébként amúgy is kötelező, feltétlenül rakasson bele csippet még most szilveszter előtt, illetve hogyha egy kis nyakörv van rajta bilétával, a bilétán rajta van a gazdi neve, telefonszám, akkor sokkal nagyobb eséllyel is hazakerülnek ezek a kutyusok. Tudjuk őket értesíteni, a gazdikat, és érte lehet jönni. Ezek az állatok, akik az állatotthonunkban kötnek ki, nagyrészt hál' Istennek haza is találnak, főleg a csippes kutyusok, viszont sajnos előfordul, hogyha nem tudjuk őket azonosítani, és nem keresi őket a gazdi, akkor valószínűleg elég hosszú időt fognak eltölteni nálunk. Ha tudjuk, hogy kedvencünk bármilyen erősebb hang hatására érzékenyen reagál, óvintézkedésként jobb, ha még az új év előtti nap egy biztonságos helyre bezárjuk.
Amennyiben otthon töltjük a szilvesztert, akkor az esti etetés és az utolsó séta időpontját úgy válasszuk meg, hogy megelőzzük a dúroktatás kezdetét, az éjfél körüli kritikus órákat pedig, ha tehetjük, töltsük együtt az állattal. Ha ebünk nagyon ijedős, ideges természetű, és úgy véljük szavakkal nem tudjuk majd megnyugtatni, forduljunk még az ünnep előtt állatorvoshoz. Szilveszterkor nagyon sok kutya érzékenyebben reagál a hanghatásokra, villogásokra, mint a többi társai, ezért fontos előre gondolkodni a gazdinak, hogy ilyen esetben különböző gyógyszeres készítményt adjunk a kutyusoknak. Itt léteznek gyógyhatású, gyógynövénytartalmú készítmények, illetve van, akinek sajnos erősebb gyógyszerrel van szüksége. Viszont ezek nagyon erős hatású gyógyszerek, az otthoni házi patikából ne keressünk semmiképpen se a kutyusunknak nyugtató készítményeket, hanem keressük fel állatorvosunkat, és a pontos adagolás betartásával próbáljuk meg ezt használni, megnyugtatni az állatainkat szilveszter estéjén. Állatorvosi jó tanács még kutyatartóknak a szilveszteri időszakra, hogy veszély esetén a kutyusok a falka vezér viselkedéséről vesznek mintát, így ha a gazdi nyugodt, a kutya sem esik olyan könnyen pánikba. Idén hárommal több csapat vesz részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda bajnokságban. Ez többek között annak is köszönhető, hogy egyre nagyobb lehetőségek nyílnak az infrastruktúrális háttér megteremtéséhez, mondta el híradónak Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség alelnöke sikeresnek ítéli eddig az idei szezont a sportágban, de az egyesületek működési feltételeinek biztosításán kívül fontosnak tartja a játékvezető utánpótlás kérdését is, ezért jövőre folytatják a megyében a Jump programot. 11 női, 7 férfi és 7 utánpótlás csapat, összesen 25 együttes szerepel idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda bajnokságban. Ez hárommal több indulót jelent tavalyhoz képest, ami köszönhető egyrészt annak, hogy a megyében is nagy népszerűségnek örvend a sportág, de egyéb okai is vannak a megnövekedett létszámnak. Ez az szerintem annak is köszönhető, hogy valóban egyre több helyen van már meg a lehetőség arra, hogy a kézilabda sportágat olyan szinten üzzék, hogy ahhoz tényleg minden lehetőség adott legyen. Tehát megépülnek a csarnokok, a kiszolgáló létesítmények. Én úgy gondolom, hogy az eszközfejlesztés része is rendben van, ez természetesen köszönhető a TAO pályázati lehetőségnek. Úgyhogy aki kézilabdázni szeretne, amatőr vagy profi szinten, annak a lehetősége én úgy gondolom, hogy most már megvannak. Bízunk benne azért, hogy tényleg sikerül majd egyre magasabb szintre kapaszkodni a megyei kézilabda csapatoknak. A megyében több klub is igen sikeres, többek között Kisvárdán NB1-es a női kézilabda együttes, de a településnek a férfi NB2 északkeleti csoportjában is második helyen áll a csapata. Jól szerepel Nyíregyháza férfi együttese is, ők jelenleg negyedikek az NB1B keleti csoportjában. A női NB2 északkeleti csoportjának első két helyét is megyei csapat foglalja el, a Máté Szalka és a Kölcsei, de a Vitka is a nyomukban van, ők a negyedik helyen állnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség játékvezetői bizottsága 2018-ban is folytatja az alapfokú játékvezetői tanfolyamát. Azon fiatalok jelentkezését várják, akik elkötelezettek a kézilabda sport iránt, esetleg játékos múlttal rendelkeznek, és a jövőben játékvezetőként szeretnének a mérkőzéseken közreműködni. Szeptembertől most decemberig szünetelt a játékvezető képzés, de januártól újra alapfokú játékvezetői tanfolyam indul, amely pontosan azt a célt szolgálná, hogy ugye játékelemnek, a játéknak a része, akár hogy is nézzük, a játékvezető is természetesen, tehát hogy idézőjelesen szükséges rossz, de természetesen azért ezen teljesen túlmutat. Ők nagyon fontos szereplői a játéknak, és nagyon nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a játékvezetők felkészültek legyenek, nem csak fizikailag legyenek felkészültek, hanem mentálisan is legyen meg a szakmai hozzáértésük is, mert azért a játék képét nagyban tudja befolyásolni egy-egy játékvezetőnek a hozzáállása, erőssége, és természetesen a játékosoknak is szükséges az, hogy úgy irányítsák a játékot, hogy az lényegében észrevehetetlen legyen, ehhez viszont valóban egy felkészült játékvezetőnek kell lenni. A képzés célja, hogy a megyében egyre több működő játékvezető legyen, de kiemelten fontos a fiatalok és nők bekapcsolása is a rendszerbe.
Az utánpótlás pedig nagyon fontos a játékvezetőknél is. Erre szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni, pontosan ezt a célt szolgálja a Jump program is, amelyen minél több játékvezetőt szeretnénk bevonni ebbe a sportágba. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres program, úgy gondolom, hogy nagyon jó terep, mind a diákolimpiai versenyrendszer, mint pedig a megyei kézilabda bajnokságok, hogy edződjenek ezek a játékvezetők, és azért annak örülünk, hogy nagyon sok játékvezető innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből régebben is, mostanában is, magasabb szinten is kvalifikálta magát, és nagyon komoly bajnokságokban, NB2-ben, NB1-ben, sőt, nemzetközi bajnokságokban is elismert játékvezetők ők már, és nagyon komoly teljesítményt nyújtanak. A játékvezető képzés a Magyar Kézilabda Szövetség játékvezetői albizottságának oktatási anyagával történik. A tanfolyamra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kézilabda Szövetségnél lehet jelentkezni. A világbajnoki szünetet követően ismét bajnoki mérkőzés játszik a Kisvárda női kézilabda csapata az NB1-ben. Máté Fieszter lányai a második helyen álló Érdet fogadják szombaton. A világbajnokság miatti szünetet aktívan használta fel a Kisvárda Master Good női kézilabda csapata. Edzőtábor és felkészülés mérkőzések tartították a programot, amelyek között a Bajnokok Ligája résztvevő Slovin Krib-Jubjánával közös edzés és két győztesen vett összecsapás is szerepelt, amelyeket már az Érd elleni december 30-ai hazai összecsapás főpróbájaként vívtak meg Máté Fieszter tanítványai. Próbáljuk ezeket a közös gyakorlásokat és közös edzőmérkőzéseket felhasználni, hogy az a ritmus, amit például egy Érd is játszik, tele van válogatott játékosokkal, spanyol, francia, magyar válogatott játékosokkal, szerválogatott, a Krüpes az egyik legnagyobb erősségük, tehát megpróbáljuk most ezeket begyakorolni. Az Érd jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, igaz három mérkőzéssel többet játszott a Kisvárdánál. Máté Fieszter csapatában a válogatott játékosok már korábban teljes mértékben vissza tudtak csatlakozni a felkészülésbe. Rajtuk kívül a sérüléséből felépült Marincsák Nikulett is már bevethető az Érd ellen, de talán már a sérülése után újra edzésbe állt Triscsuk Krisztinára is számíthat a szakmai stáb. Az Érdnek talán már egy régebb összeszokott magja van, egy gerince, amire épül a kezdőcsapatuk, és minden évben azért megpróbálnak erősíteni. Nálunk is jó képességű játékosok vannak, és nagyon bízom benne, hogy december 30-ára az a megfelelő összeszokottság, amit ősszel azért néha tapasztaltunk, hogy hiányzott az összeszokottság, egymást nem igazán értették meg a játékosok. Én nagyon bízom benne, hogy most ez most már sokkal gördülékenyebben, sokkal olajozottabban fog működni az egépezet. Az Érd elleni mérkőzés csak egy nehezebb sorozat nyitánya a Kisvárda számára, hiszen a szombati mérkőzés követően január 6-án előbb Dunaújvárosba látogat Máté Fieszter együttese, majd 13-án hazai pályán a Ferencvárost fogadják. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Új erdő- és vadgazdálkodási törvény lépett hatályba idén ősszel. A módosítás fő célja az volt, hogy a gazdálkodási és a természetvédelmi szempontok egyensúlyban legyenek a törvényben és a gyakorlatban is. A korábbi erdőtörvényben számos olyan kötöttség van, amely hátráltatja az erdőgazdaságok hatékony működését. Csökkent a hatósági ügyintézés határideje, az erdőtervezéssel kapcsolatban pedig olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek gyorsítják a folyamatokat. 100 millió forintra emelkedett a felvehető hitelkeret a Széchenyi Kártya programban. 2017-ben ennek köszönhetően 460 hiteligénést nyújtottak be a különböző vállalkozási szférák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarához. Az eddig kijelzett hitelek összege több mint 3 milliárd forint, amelyből 350 millió forintot az újonnan bevezetett agrárszférába helyeztek ki. Már megvásárolhatók a 3-as kategóriába tartozó szilveszteri tűzijátékok. Évente országosan 40-50 olyan tűzesethez riasztják a szakembereket, amelyeket a pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata okozott. Ezért a tűzoltóság arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a szilveszteri tűzijátékot mindenki körültekintően használja a megengedett időpontban, vagyis december 31-én 18 órától, január 1-én reggel 6 óráig.
Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 29-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is. Viszontlátásra!